Ahogyan az előző videóból is kiderült, kisebb nehézségbe ütközött a Új-Zélandra való belépésen. Aztán nem vettem eléggé komolyan a vonatkozó szabályokat, de hát mindegy, ez most már így történt. Ezért kedveszeget is voltam az elején, de ez most arra már oldódott, mert rengeteg pozitív élményben van részem. Most össze is foglalom, akkor, hogy mi történt idáig. Tehát Aucklandbe érkeztem, a szállás borzasztóan drága, ezért a Couchsurfingen keresztül kerestem vendéglátókat, állati jó helyeim voltak. Aucklandből aztán Wellingtonba utaztam, ott egy hippi kommunában töltöttem néhány napot. Wellingtonból aztán átjöttem ide a Déli-szigetre, Pictonba, szintén a Couchsurfingen keresztül egy hajón töltöttem pár napot. Aztán Pictonból átstoppoltam ide Waimangaroába, ahol dolgozni fogok majd egy pár hétig, aztán tovább megyek majd délre. In the sky, around, in the light.
carry on. Új-Zélandra érkezésem nem volt egy diadalmenet, de hát mindegy, végül is sikerült ide jutnom, még az érkezéskor is kérdezgettek 2 órán keresztül, aztán végül is elengedtek, és itt vagyok. Most éppen stoppolok Nelsonból Westportba. Akkor ez itt már Valmangaroa, 6-os számú főút mellett, ahol van egy a királyért és hazáért emlékmű. Itt mögöttem látható egy Coolface névre hallgató bolt és 200 ember. Ennyi. Bővebben erről legközelebb.